Hölgyeim és Uraim, ebben a prezentációban arról lesz szó, hogy mi a helyzet egyáltalán ebben a tárgyak internete dologban, és ennek kapcsán azt próbálom bemutatni, amire némi kutakodás után jutottam, hogy Kína lehetséges, hogy 5 évvel nyugat előtt jár ebben az ügyben. Ez az úgynevezett IoT, tehát Internet of Things. És ezt, erre a legjobb magyarázatot, illetve egyáltalán bizonyítékot a háromkerekű elektromos robogók esete szolgál számomra. Ami pedig azt jelenti, hogy én ki vagyok, aki ezt nem ismeri, annak kapcsán itt egy Industry 4.0, tehát Ipar 4.0 tipikus ábrát mutatnék. És pedig néhány emlékeztetővel, hogy valahol a 1700-as éveket, illetve az utána következő 1700-as évek elejét milyen technológiák jellemezték, ugye itt a gépesítés volt a jellemző, a gépek megjelenése. Én ebből egy 1804-es találmányt, az nevezett Jacquard szövőgépet tenném ide, különböző okokból. Ebben vannak személyes okok is, mert 1969-ben kezdtem el egyetemen foglalkozni azzal, hogy a Jacquard szövőgépeket vezérlő kártyák, amik lyukkártyák voltak, az első lyukkártyák a technika történetében, azok a bizonyos lyukkártyák, amikkel a számítógép ipar is elindult. Nagyjából ebben az időben, ugye csak egy évtizeden mondjuk előtte, vagy kettővel. Na, én ezt a tanulmányt egy automatizás szakon, automatizás és komplex gépesítés szakon végeztem, és a diplomamunkám az volt, hogy hogyan lehet számítógép segítségével előállítani a Jacquard szövőgépeknek a vezérlő kártyáit, mégpedig a művészi rajz automatikus letapogatásából kiindulva. Ugye én ezután megvédtem a diplomámat, 1971 közepén ugye beléptem az iparba Magyarországon, mert a tanulmányokat a Szovjetunióban végeztem, különböző okokból, amiben most itt nem mennék bele, ennek köze van 56-hoz is, abban az értelemben, hogy eléggé megdöbbentett az az agresszió, amit akkor láttam a szovjet csapatok részéről Budapesten. Nos, ez az időpont egybeesett azzal, amit ma az úgynevezett ipar 3.0 kezdetének, vagy kezdeteként jellemeznek, ahol ugye az automatizálás, a számítógépek és az elektronika vált az iparosítás, az ipari fejlődés motorjává. És hát, hogyha most egyenesen ugrunk ide, akkor a mai állapotomat úgy jellemezném ezzel az ábrával, amit használok már több mint 2 éve, hogy hát bizony, ha összegezném a diplomamunkától eltelt időt, a tényleges ugye, megoldásnak a kifejlesztésére tett első eredményeket, akkor 1970-től 2020-ig nyúlna az, 50 év, az egy szoftver mérnöklésnek a keretében, ahol ugye vannak bizonyos alap felismerések, amelyeket hála Istennek módon volt már 70-es években elsajátítani, és az végig kísérte az egész szakmai karrieremet már nekem, hogy a szoftver mérnöklést illeti. Na már most, ma már persze másképpen kell néznünk, mert ezek a bizonyos kiberfizikai rendszerek, és itt jönnek ugye a tárgyak internete, meg hát nem utolsóban, amik nélkül ez a tárgyak internete nem is lenne lehetséges, magák a hálózatok, mégpedig a hálózatoknak perspektívikusan az 5G-s változat, abban még az alacsony sebességű szolgáltatások is mások, mint amit eddig el lehetett érni. A 4G-vel, vagy pláne nem, amit a 3G-vel. Na már most, ha ezt így egy ábrában, ez szintén egy nagyon jól ismert ábra, amiben vannak úgy latin, mint kínai feliratok, tehát ez Kínában is egy érvényes ábra, ami azt mutatja, hogy valahol ez az egész Internet of Things és az arra épülő Internet of Services, tehát a szolgáltatások internete az a mai értelemben, az úgynevezett okos gyárakra épül, ahol a úgynevezett cyber physical systems, tehát a kiber fizikai rendszerek a meghatározóak.
És hát nem utolsó, itt ugye a jövő szempontjából az okos termékek mellett ugye az okos mobilitás, tehát hogy maga az emberi mobilitás, amit eddig ugye robbanó motorok oldottak meg főként alapvetően, azt most valami más oldja meg, és hát nem utolsó, az kellően felokosítva is legyen. A logisztika hasonlóképpen, maga az épületek. Nem utolsó sorban, amit ugye angolul smart gridsnek neveznek, hát az pedig a nagy elektromos hálózatoknak a felokosítása. Tehát nagyjából ebből áll a koncepciója és a perspektívája ennek a Internet of Things dolognak is. Na már most én megvizsgáltam azt, hogy a kínaiak alól mikor kezdtek ezzel ténylegesen, mikor tették le az első eredményeket. És azt találtam, hogy van egy bizonyos robogó, ami háromkerekű, majd mindjárt látjuk, hogy ez milyen márkanév alatt forgalmazódik már évek óta az egész világban. Egy elég érdekes első két kerék megoldása van. Na, a lényeg az, hogy ezt a Duhan márkanév alatt megy, és maga ez a gyártmány az iTank, vagy hát a intelligens tank nevet viseli. Ez 2016 óta van, már nem csak Kínában, hanem egész világon. És ha mondjuk az elmúlt hónapokban a leglassabb árat nézzük, akkor az ár az körülbelül így alakul. Két kiépítésben, amit mindjárt ugye látni fogunk, hogy itt lehetséges két akkumulátor egységet is ebbe betenni. Egy akkumulátor egység pedig több mint másfél kilowatt per órás, és nyilván az árattól változik, hogy most egy egység van benne, vagy kettő. Itt egy olyan 108 a két egység esetében, két akkumulátor esetében, illetve 99 kg az önsúlya magának ennek a háromkerekű járműnek. A Duhan iTank, ugye a Duhan márka neve, de érdekes módon Kínában Duha nevet viseli, ami nagyobb megfelel annak, amit a megfelelő kínai karakterek lefordításából mondjuk adódik. Jellemzője ennek a terméknek az, hogy a Panasonic vagy az LG-nek a litium akkumulátoraival került forgalomba, már ez 2016-ban, és hát ez egy meglehetősen komoly teljesítményű akkumulátor egy ilyen könnyű súlyú járműhöz. Magának a járműnek, ez egy sikertermék egyébként, ennek egy ilyen háromosztatú váza van, amelyben egy ilyen unikális kettős kerék technológia van, ezt mindjárt majd részletesebben is látunk az elején, és mind a kettőnek független hidraulikus felfüggesztése. Magát a meghajtást pedig a Bosch-nak egy motorja, mégpedig a Duhan által customizált, tehát testre szabott, célra szabott motorja biztosítja. Itt összehasonlításról rögtön felhoznám azt, hogy ha valaki mondjuk most már elég széles körben vannak az egyszerű Toyota hibridek, a Yarisnak például, tehát ezek nem tölthető hibridek, közel 1 kW per órás az akkumulátora. Tehát itt látjuk, hogy ez egy komoly kis jármű. Na már most, ha közelebbről megnézzük magát ezt a, hogy mondjam, szabadalommal védett első kétkerekes konstrukciót, azt látjuk, hogy egy ilyen különleges alakja van ennek. Aztán majd később még meg fogom látni, hogy egy képpel ábrázolom azt is, majd egy kisebb modellnél, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. És hát az adatai pedig, ugye, hogyha egy ilyen két akkumulátoros változatban veszük meg, akkor eléri a 88 km per órát és a maximális sebessége. A ható távolság pedig 140 km, amennyiben átlagosan 30 km per óra sebességgel haladunk. A feltöltéséhez 6 óra szükséges, tehát otthoni körülmények között egyszerű otthoni csatlakozóról fel tudjuk tölteni, és 3 kW teljesítményt biztosít. Na már most. Maga a konstrukció, ez a bizonyos DDWT, ugye azt látszik, hogy így ez a szerkezet biztosítja azt, hogy a két első kerék az bizonyos határig, ugye eltérő magasságban legyen, vagyis annélkül, hogy felbukna
robogó használója tud haladni akár egy ilyen szélsőséges esetben is, hogy a járda és a út között 108, tehát 18 centi magasság különbség van. És természetesen ez egy robogó, tehát akár 30 fokos dőlési szögre képes. Tehát magyarul egyfajta stabilitást, nagyobb stabilitást biztosít, mint a kétkerekű robogók, azonban teljesen megadja azt az érzést, amit a bármilyen robogó vagy motorkerékpár ad. És hát egyéb sajátosságok. Na már most, hogyha az árat nézzük, azért itt mindig figyelni kell, mivel ezeket az elmúlt hónapokban vettem, és rá néhány hétre, most a legutóbbi, a mai felvételnek az ideje, megnéztem az árakat, hát például ennek nagyon leesett az ára. Úgy Hollandiában, mint kiderült Finnországban is, hát csak ezeket az országokat néztem, és hát itt látható, hogy erős mértékben. Ugye ez összefügg a jelenlegi szállítási körülményekkel, ugye ahol az árak általában fölfelé mennek, pontosan annak hatására, hogy a gyártók egyre kevésbé tudják szállítani, de ugye ez összefügg az ünnep ellátási láncoknak a problémájával. Mindenesetre itt valószínűleg arról van szó, hogy olyan nagy készletek halmozottak fel ebből a nagyon népszerű háromkerekű robogóból, hogy a kereskedők végül is a szállítóval megállapodva ilyen jelentős árkedvezményt adnak, speciálisan erre az iTankre. Na már most, ugye, hogyha tovább megyünk, akkor ugye itt látjuk azt, amit már láttunk. Van azonban ennek egy kisebb változata is, ami az nevezett iTango nevet viseli, amely egy évvel később jelent meg először. Azt lehet mondani, hogy mind a kettő egy, az első, ő maga ezt mondja, ezt állítja, és ez valóban így van, hogy itt tulajdonképpen crossover motorbiciklikről, hát most nem motorbiciklik, motorkerék, nem, még nem is kerékpárokról, ugye angolban a cycle az egyszerűen kereket jelent, tehát ugye itt három kerekükről van szó, amelyek alkalmasak terepi viszonyokra is, ugye az előbb bemutatottaknak megfelelően, és mondjuk itt például ugye itt ennek egy feljavított DDVT kötőjeles technológiája van, ami hasonló, de annak következtében, hogy más a képítés, keskenyebb, stb. Könnyebb valamivel, bár azt nem lehet mondani, mert nyilván ennek a nagy részét, itt az ára lényeges, ugye, hogy a szokásos árhoz képest ennyivel olcsóbb. Na már most. Itt a különbség az, ugye, hogy csak egy darab akkumulátor lehet, tehát ilyen értelemben kisebb a maga a berendezés, a termék, és itt látható, hogy ez a speciális technológia is egy kicsit más módon van kialakítva. A paraméterek pedig összességben úgy alakulnak, hogy ez egy 45 km per óra maximális sebességű, 80 km hatótávolságú, 5 óra alatt feltölthető és 1,2 kW teljesítményű jármű. Tehát nyilvánvaló ez szemben az iTank-kel a városi keretekben használható igazából, ahol ez a 45 km per óra, ez tökéletesen elegendő. Nem túl alacsony ahhoz, hogy... És hát nem is tudom, hogy ugye a 45 km per óra, amit egyébként az iTanknél is lehetséges, gondolom lekorlátoznak, mert így is árulják, és a szélső esetben bizonyos országban akár gyerekek is tudják ezt használni jogosítvány nélkül. Természetesen bukós isakkal és így tovább. Na most ugye itt láthatjuk azt, hogy ha összehasonlítással nézzük, ugye itt a különbség az, hogy ez csak 16 cm-t tud áthidalni az út és a járda között, például ugye. Egyéb iránt pedig hát majdnem ugyanaz, mint az iTank ebből a szempontból. Na és itt van az a bizonyos, még jobban lekicsinyített változat, ami ugye itt már úgy néz ki, mint egy háromkerekű roller, de azért ettől függetlenül ugye, azért majd látni fogjuk, hogy sok mindenre alkalmas. Ennek mondjuk az elmúlt hónapokban ugye 1500 dollár vagy euró volt az elérhetőségi ára minimálisan, és erre ugye az jellemző, hogy ez összecsukható. Tehát be lehet tenni, a súlya is lényegesen kevesebb, ugye 29 kg, be lehet tenni az autóba, magunkkal tudjuk vinni, nem kell ilyen bonyolult dolgokat szállítanunk
a tetőn vagy az autó hátuljába. Na már most itt láthatjuk ugye a tipikus képet, ami jól mutatja azt, hogy ugye ez azért ugyanúgy ezen lehet ülni, mint egy robogón, hát egy kicsit olyan leegyszerűsített ülésbe persze, tehát nem, ilyen értelme nem mondhatjuk azt, hogy ez egy roller, mert hiszen ülünk rajta, tehát robogó, de hát, hogy is mondjam, inkább ahhoz hasonlít. Tehát így a megjelenést mondjuk úgy nézve. Itt látható, hogy ugye 25 km per órával tud haladni, és 30 km hatótávolsága van, tehát ez egy még inkább városi körülményekre szabott, illetve, hogyha autóval szállítjuk, így ez tipikus, ha üdülésre megyünk, stb., tehát üdülőhelyi körülményekre szabott közlekedési eszköz. És természetesen megjelent a Duhan egy igazi robogóval is, mert hogy teljes kínálata legyen, ez az úgynevezett iDo-nak nevezett, itt látható, hogy az iDo, ez már ezt a betű kombinációt tükrözi. Ez egy, tehát egy hagyományos tervezette a robogóknak, és ugye ezt úgy hirdeti, mint aminek magas, nagyobb a biztonsága különböző okokból. Hát ez már ugye látható, hogy képes 40 km per óra sebességre is, van ilyen változata is, illetve akár 50 km-es hatótávolságra. Hát a súlya valami nehezebb, 54 kg. Itt láthatjuk, ezt elhelyeztem, ezt a képet direkt, hogy itt egy úgymond megjelenítőkkel már korszerű szinten felszerelt járműről van szó, ezekre nem tudjuk képzelni, hogy az előző speciálisabb és sokkal sok oldalban használható termékeknél, hát nyilván itt nem erről van szó, nem az iLerkről, ilyen digitális kijelzők és egyebek, tehát egy elég jó felszereltségű dolog. Ami miatt azonban ez számunkra igazán érdekes, hiszen ezért is erről is szól ez az adott prezentáció. Nevezetesen az az, hogy itt nem, mert ugye ezeket lehet kapni már Magyarországon is jó ideje, legalábbis az iTank-et és az iTangot mindenképpen. Európában lehet kapni a másik kettőt is természetesen. Az igazából az, hogy valahol a Duhannak a stratégiája kezdetektől fogva az volt, hogy a közös eszközhasználat, és ugye ilyen területekre, mint a turista üdülőhelyek, a közösségi közlekedés, a nyilvános bérlés, és hát nem utolsóban az egyetemi terület, ugye, ami campusokban, stb., ott az egyetemisták szívesen használnak ilyen eszközöket, ahol ugye bevezette már gyakorlatilag 2018-tól ezt a négy terméket, és ez egy intelligens felügyeleti kiszolgálási rendszerrel szerelte föl már akkor, amiben egy külön alkalmazás is van, erre majd később visszatérek, és így tovább. És ugye hát itt látható, hogy ez egy 2020-as ábra, hogy több mint 550 területen van, lehet igénybe venni ezt a rental and sharing, tehát a bérlés és megosztási rendszert, amit a Duhan a járművekkel együtt. Úgyhogy ez a világ más részén kevésbé terjedt el, ennek különböző okai lehetnek, ezzel én most itt nem foglalkozom, nem is ez a lényeges a mi szempontunkból. És ugye ilyen szép képeket csatol ehhez az oldalhoz, ahonnan én ezt vettem, láthatjuk, hogy ez mennyire, hogy is mondjam, jó pofanna, mondjuk így. Ha így közelebbről megnézzük ugye ennek az intelligens rendszernek a szolgáltatás rendszerét, amit mond ugye angolul, hogy az operatív hatékonyságot egy integrált informatikai platformmal segíti, hogy a működtetés, a kiszolgálás valamilyen aspektusát támogassák. Tehát ebben benne van a tranzakciófeldolgozás, ugye, hogy megrendelem, megkapom, kifizetem, stb. A vevői kezelés, maga a járműnek a kezelése, menedzsmentje,
az ehhez kapcsolódó pénzügyi kezelések, és nem utolsóban egy call center, ahol ugye föl tudom velük venni a kapcsolatot. Itt egy ilyen GPS 2G, 3G adatterminál az, ami a távoli kapcsolatot biztosítja, aminek T-boxnak neveznek. Hát nyilvánvalóan azért, mert ekkor még nem számolhattak olyan szolgáltatásokkal Kína szerte, ugye, amit a 4G fölött, tehát az 5G biztosít. De hát ez érthető, hiszen valamikor ez szerintem olyan 2018 tájékán vezethették be. Nyilván majd látni fogjuk azonban, hogy már a 2016-os iTank-ben is minden megvolt ehhez. Tehát valahol már 2016-ban elkezdhették kisebb szinten ennek a rendszernek a konkrét bevezetését a gyakorlatban. Csak nem ekkora kiterjedésben ugye. A másik pedig ugye az intelligens rendszerekhez szükséges úgynevezett Vehicle Control Center, még a Smart Vehicle Control Center, tehát a jármű irányítási központja, ami alatt most nem valami, hogy is mondjam, távoli központot kell gondolnunk, ez magában a járműben van. És valamilyen értelemben. Ezt majd látni fogom, hogy fogjuk, hogy legalábbis az iTank és az iLark, nem az iLark, hanem az iTango esetében ez hogy néz ki. És ugye a bérlés pedig az egy ilyen app segítségével történik, már legalábbis az iTank-et és az iTango-t lehet bérelni, valószínűleg kisebb. A másik kettőnek talán nincs is egy különleges kapcsolati eszköze, na mindegy. Itt ugye a fizetést ezen keresztül lehet intézni, a visszaadását a járműnek. Összességében egy nagyon alacsony árat tudnak biztosítani, ami nyilván versenyképessé tette őket ezen a területen, stb. Stb. Na már most én megtaláltam ennek, vagy megkerestem ennek a készüléknek, itt látható, hogy az iTango-t vettem alapul, hogy ne csak az iTank, a tank legyen, ami nyilván kicsit robosztusabb, hanem maga ez a kicsit szűkebb is jól látható legyen, hogy ott is mennyi elektronika és egyéb ilyen dolgok vannak. Kezdve, hogy itt van egy USB feltöltőpont, van egy lopás elleni eszköz, ami tulajdonképpen ehhez a Vehicle Control Centerhez kapcsolódik. Akkor nyilvánvaló, ami az elektromossággal összefüggésben van, ugye van maga a hang, a duda, és hát itt van természetesen ez a bizonyos T-box, az látható, hogy itt egy ilyen kisebb itten összességében. A leglényegesebb azonban, hogy az elektromos motorhoz, ami ugye itt valahol belül foglal, itt foglal hátul el, magában a kerékben, ha jól látom. Na a lényeg az, hogy ugye az akkumulátorral való kapcsolathoz szükséges egy ilyen egyenáramú konverter, maga egy vezérlő, és hát egy a gyorsításhoz mindenféle dolgok. Na már most, ugye ami a konvertert illeti, az egyenáramú konvertert átalakítót, ez 12 voltra alakítja át az akkumulátornak a feszültségét, nyilván maga az ilyen akkumulátor az nagyobb feszültségen működik, hiszen tudjuk, hogy a villanyautóknál akár 800 wattosak is, vagy nem wattosak, voltosak is lehetnek maguk. Az akkumulátorok különböző okokból meg kellett ennyire emelni, amennyiben a gyártó képes volt erre, illetve hát a akkumulátor szállítója. Nagyjából most így 800 voltok körül van a praktikusan a csúcs, de ez tovább növekszik. És hogy ezt a bizonyos átalakított azoknak az elektromos részeknek, amelyek hát 12 volttal működnek. Tehát maga ez az úgynevezett dashboard, a lámpák, a duda, stb. Na már most itt azért azt emelném ki, hogyha a továbbiakat megnézzük, akkor tulajdonképpen itt egy mindent megtalálunk, amit egy villanyautóba, amelyik a teljes kapcsolattal rendelkezik, meg lehet találni. Tehát a vezérlő például, ugye ez a bizonyos, az a motornak a forgási sebességét szabályozza,
a villanyautóknál jól ismert Field Oriented Control-lal, amit meg lehet nézni a Wikipédiában, ha valakit érdekel. Ez egy úgynevezett vektor control technológia, ami egyben csökkenti az induló zajt, és olyan többletfunkciók vannak még ennek a kontrollernek a segítségével, vagy értnek el ennek a kontrollernek a segítségével, hogy a kisfeszültség problémát, tehát a túlzottan kis feszültségértékre vagy a csökkenés problémát ki, küszöbölje maga ez a kontroller. Az áram korlátozás és a túláram védelmet is. És hát ami nagyon lényeges, hogy egy nagyon hatékony regeneratív fékezést biztosít a hátsó keréken, mielőtt a mechanikus fékek egyáltalán aktiválásra kerülnének. Ez egy bizonyos CAN bus protokollt használ a kapcsolathoz, a VCU-val, bármilyen, hogy is mondjam, nem rendeltetésszerű működés esetére, vagy pedig arra az esetre, hogyha az elvárt viselkedésben olyan eltérések mutatkoznak, amelyek nem elfogadhatóak. Így a CAN bus az, ami egy sor érzékelő műszert, magát az akkumulátort, akkor ugye a GPS modult, és még egy mobiltelefont is összeköt így egymással. Na most ez a bizonyos lopás ellenes eszköz, ez arra szolgál, hogy távolból meg lehessen keresni magát a járművet, hogy a jármű képes legyen egy ilyen lopás ellenes vészjelzésre, és a motornak a reteszelésére. A maga a VCU, tehát a Vehicle Control Unit, pedig a jármű vezérlőegység, ez egy központi vezérlőrendszer, és az adat, tehát a jármű rendelkezésre álló, a jármű különböző részein rendelkezésre álló adatoknak az adóvevői, a transzívének azon keresztül kommunikál. És ennek van egy ilyen beépített SIM-kártyája, egy GPS pozícionáló modulja, gyroszkópja, ugye ez ahhoz hasonló, amit az okos telefonokban egy részében legalábbis van, bár lehet, hogy csak elektronikus formában, ami ugye az elmozdulásokat is tudja érzékelni. És így lehet ugye a jármű, például a járműnek a helyzetét az appon megállapítani, miután a SIM-kártya megkapta az információt, és elküldte a szerverhez egy GPS pozíció értelmében, ugye az adatok megvannak. És hát magán az appon pedig ugye a járműnek az aktuális adatai, ami az üzemelését, tehát mindazt, amit itt magán ezeknek a ott gyülemlő adatoknak a segítségével lehet látni, hogy mi is a helyzet ezzel a járművel, állapotával, stb. Tehát ezt utána így ennek a szerverből lehet ugye egy alkalmazáson keresztül, ezen önös appon keresztül ugye maga a felhasználó is láthatja. És hát nem utolsóban persze maga az üzemeltető, a járműpartnak az üzemeltető. És itt nagyon lényeges, hogy itt egy emlékeztető üzenet jön abban az esetben, ha elmozdul a jármű, vagy pedig eldől, ezt ellenőrzi a gyró, ami általában magában az akkumulátorban van beépítve, hát nekem ez elég furcsának tűnik, de hát most nem is ez a lényeg, de hát nyilván így van. A beépített akkumulátor, itt arra van, hogy azt mondják, hogy ha teljesen föl van töltve, 20 óráig tud üzemelni. Na. Van itt még egy dolog, ez a bizonyos, és ez egy nagyon lényegesnek találtam, ezt a szempontot itt nem is fért el, de így most felülírással itt külön is kiemeltem,
hogy mindez egy ilyen blokkolás ellenes, tehát ABS rendszerként is működik, esős vagy más vonatkozásban csúszós feltételek esetén. Tehát látható, hogy tulajdonképpen egy ilyen robogót az a villamosítása és okossá tétele, itt egy okos robogóról van szó, háromkerekűről, még az ABS-t is így tudták megoldani, tehát az elektronikus vezérlésnek a segítségével. Na már most itt, hogy ugye, ha azt mondjuk, hogy most jó, oké, hát itt vannak ezek a úgynevezett elektronikus, tehát villany, robogók, szkúterek, ezeket hivatalosan úgy hívják, hogy az angol terminológia szerint, hogy seated e-scooters, tehát azok az e-scooterek, amelyek, hát, vagy a scooterek, amelyeken ülni tudunk, tehát a magyar és általában az Európában elfogadott értelemben a robogó. Ezt, hogyha nézzük ugye a világon, hogy az egyes régiók, országok milyen állapotokat mutatnak, akkor nagyon érdekes, hogy itt már láthatjuk, hogy 2020-ban, ez még egy 2020 novemberi adat, egy Guidehouse Insights nevű elemző cégtől, hogy hát bizony Kína mindenki más óriási mértékben leköröz. Nyilván ez nem az elektromos robogóknak köszönhető elsősorban, hanem annak, hogy már a robbanomotoros robogókkal is nagyon-nagyon régen az ő piacik a legnagyobb. Itt látható, hogy azért itt ez több mint 5 millió az éves forgalom ezekből a robogókból, tehát csak a villany robogókból. De és ehhez képest, hogy veszik az összes többit, tehát amik itt föl vannak tüntetve, beleértve Indiát is, ahol egyébként óriási szükség lenne ezekre, és ott már tesznek is nagy lépéseket azért, hogy a saját piacukat, akár saját gyártásból ki tudják elégíteni megfelelő alacsony áron. Hát itt látható azon, hogy 2030-ig is ez a piaci elemző cég még csak annyit mond erre, hogy hát idáig jut. Látható, hogy ez a 2030-as kínai állapotnak körülbelül az egy harmada, pedig körülbelül akkora országról van szó. Nyilvánvaló, hogy itt már 10 év elteltéről van szó. Ez az egész robogó téma, elektronikus robogó téma, vagy villanyrobogó téma, ez meglehetősen stabilan fog Kínában mozogni. Nyilvánvaló, hogy egyre inkább ebbe az okos irányba megy el. A városokon belül bérlés, közös használat, stb. Nagy mértékben majd ott. Tehát míg a darabszám nem fog érdemben olyan nagyon változni, ugye ezt itt látjuk, maga az, ahogyan használnak robogókat, ez jelentős mértékben változni fog. És akkor ugye itt nem beszéltünk magukról az elektromos kerékpárokról. Nyilvánvaló, hogy más az elektromos kerékpárnak a felhasználási területe, az minden, amíg például az iTank ugye az képes arra, hogy egy nagyvárosnak, egy igazi kínai nagyvárosnak a vonzás körzetébe is eljutassa az utast, vagy onnan a város központjába, hiszen 140 kilométeres hatótávolságról van szó az iTank esetében. Hát addig nyilvánvaló, hogy maga az elektromos motor kerékpár, most már ténylegesen egy kerékpárról van szó, az pedig hát sokkal inkább akár egész országban való utazásra szolgál. Tehát ez egy teljesen más történet. Itt látható, hogy ugye az Ázsia óceáni térség, az Asia Pacific is hát erősen növekedni fog. Még például két szempontból mutatják itt be az OECD, tehát a gazdag, mondjuk fejlett gazdaságú ázsiai óceáni térségben lévő országokét, területekét, illetve hát a többiekét. Tehát azért összességében láthatjuk, hogy ez a három további tényezőt, India és az OECD, illetve a fennmaradó ázsiai csendes óceáni országok, azok még együttesen se használnak majd annyi robogót ez alatt a 10 év alatt, mint amennyi Kína.
És hát itt nagyon érdekes, ugye, hogy maga Európa még ekkor is egy nagyon kis mértékben szerepel ebben az előrejelzésben, ami egyébként egy, azt hiszem, egy nagy-britanniai cégnek az előrejelzése, vagy ír, már így fejből nem tudom jobban. És hogyha ugye nézzük, akkor itt van a valódi rest of world, de ez meg aztán itt egy abszolút kis vékonyka dolog, nyilván ide tartozik, hát mi tartozik ide, egész Amerika, de nem csak Észak, hanem Dél-Amerika. Ez önmagában egy érdekes dolog, hogy tehát tulajdonképpen ez a mobilitás, mint olyan, ez milyen mértékben különbözik az egyes kontinensek között, mondhatnánk, ugye? És még ha az ázsiai csendes-óceáni részt nézzük, hát ott meg aztán végképp. Tehát ennyit erről, és ez ilyen szempontból egy tanulságos dolog. Végezetül pedig ugyanez a társaság, ugye, ő ezt a mobilitásnak, ezt a változatát, amit ugye ezek az elektromos robogók biztosítanak, ő a következőképpen ezt egyrészt mikromobilitásnak nevezi, és ugye itt ebben ábrázolja azt, hogy úgy a személyes, tehát amikor az illető maga vásárolta a járművet, mint pedig a megosztott közös mikromobilitás, ugye, itt ezt egyébként nem csak a robogókra veszi, hanem itt ugye láthatjuk, hogy itt vannak más robogók, ezek az úgynevezett rollerek tulajdonképpen, az e-kick scooter, tehát a kick ugye az azt jelenti, hogy én magam rugással megyek, tehát roller. Ami hát persze már elektromos esetben nem kell köcsebe rugdalni, ahhoz, hogy előre haladjunk, hiszen azért elektromos az egész. Meg hát ennek az elektromos bicikli változata, ugye? Míg a személyi használatúban ilyen plusz dolgok vannak, mint az elektromos motor, kerékpár, és a, hát értelemszerűen van ilyen fogalom is, hogy elektromos riksa. És ugye itt olyan szempontok, hogy a járműgyártás, a nyilvános töltési infrastruktúra, nem utolsó sorban ugye az akkumulátor csere és szolgáltatás, akkor egy olyan fogalom a járműnek a dokkolása. Tehát, hogy be tudom tolni valahova, ahol ott helyben tehát parkolással együtt véve töltődik. Ugye hát az ilyen járművek nyilván pláne, hogyha park, tehát ilyen shared üzemmódban vannak használva, tehát ilyen flotta, amit ugye igény szerint alkalomszerűen lehet igénybe venni. Hát látjuk a zöld színnel, hogy ennek nagyon erős az üzleti opportunitás értékelése. Míg hát látható, hogy mondjuk a más esetekben ugye itten az ilyen színű, erősen zöld, tehát nagyon erős opportunitás a gyártók és az egyéb ilyen szolgáltatók esetében a saját tulajdonú ilyen járműveknél van. És hát a nagyon érdekes, amit itten föltüntet, az a bizonyos az egész transport szállítási ekoszisztémával való integrálás kérdése, ahol ismét azzal, mint a dokkolás, töltés és újra felhasználás, újra terítés a esetében, tehát, hogy itt is az erős zöld van a közös jármű használatnál, míg a magántulajdonú, mondhatjuk, hogy ilyen eszközök esetében, mint amiről itt szó van, egyáltalán úgy lehet minősíteni, hogy ez nem igazán alkalmas az ilyenre, hogy integrálásra kerüljön az egész ökoszisztémával. Tehát az illető tanulmánynak, amit pénzért árulnak egyébként, csak ugye egy megfelelő sajtóközleménybe elhelyezték ezt is, hogy kellendőbb legyen az ő termékük. Tehát ezek az ő megállapításai 10 év távlatában. Ennyit szerettem volna mondani, és hát viszont hallásra már egy közelebbi videóban.
Thank you.